Üdvözlöm Önöket! Az Erdélyből érkező Udvarhely néptánccsoport a Kiáltó szó című alkotása Topolya és Óbecse után Pancsován is bemutatkozott. Az együttes háromnapos vajdasági turnéját a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezte. A délbánáti magyarság nagy érdeklődéssel fogadta a produkciót. A Pancsovai Művelődési Központ nagy terme benépesedett a helyi és a környező magyar lakta településekről érkezett közönséggel. A Székely Udvarhelyi Udvarhely Néptánc Műhely Kiáltó szó című előadására sokan voltak kíváncsiak. Fehér György Svédországban él a családjával, rövid látogatást tett szülőfalujába, és így értesült az eseményről. Megláttam a plakátot, hogy itt lesz az Udvarhelyi néptánccsoport. Egyébként nekem a magyar tánc az a szívem csücske még mindig, habár nem táncolok már. És ezt, amit láttam itten, hát ezt mindenkinek ajánlanám, hogy ezt meg kell nézni. Értelme is van, nagyon szépen táncoltak, én nagyon szeretném velük felvenni a kapcsolatot is, hogy Svédországba is kihívjuk őket, de ezt nagyon érdemes lenne, ezt bevallom, potyogtak a könnyek. Az Udvarhelyi Néptánc Műhely vezetőjének a vajdasági vendégszerepléssel egy régebbi vágya vált valóra. A bemutató előadások mellett alkalom volt megismerkedni az előadások helyszínein élő magyar közösségekkel is, bejárni a településeket. Pancsován a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület volt az együttes vendégfogadója. Úgy gondoltuk, ha már a 100 éves évforduló lesz, akkor mi is valamilyen módon a saját eszközeinkkel emlékezzünk meg erről. És akkor Köncei Árpád koreográfus rendezővel beszélgetve arra gondoltunk, hogy ha már megemlékezünk a 100 évvel ezelőtt történtekre, akkor talán jó lenne Kós Károly szellemiségében tenni, természetesen újra hozzateszem, hogy a mi eszközeink, ami a népzene és néptánc segítségével, szóval Kós Károly kiáltó szóban megfogalmazottak szerint tenni meg ezt a megemlékezést. Magyarán cselekedni kell, dolgozni kell, meg kell maradni, úgyhogy 2018-ban bemutattuk ezt az előadást, és a célunk az volt, hogy az erdélyi kisebbségi létbe szorult, került magyarságnak állítsunk ezzel egyféle emléket. Az Udvarhelyi Néptáncműhely 1998-ban alakult Székely Udvarhelyen. A helyi önkormányzat tartja fenn az együttest. Székely Udvarhely hivatásos együttese, Erdély egyik hivatásos néptánc együttese vagyunk. Néptánc együttesek sorában egy viszonylag kis kerettel, tehát 16 személlyel összesen, és évente két előadást szoktunk színre vinni, amelyekkel igyekszünk eljutni akár Vajdaságba, Magyarországra gyakran járunk, és természetesen Erdélyben rendszeresen fellépünk. Thank you.
pillanatban, itt a jelen pillanat alatt nem ezt a mostani pillanatot, hanem egy ilyen pár éves időszakot beszélek a múltból. Nagyon Udvarhelyen és Udvarhely környékén a néptánc, a néptáncnak a művelése, tanulása, továbbadása egy ilyen reneszánszát éri. Magyarán ma jelen pillanatban Székelyudvarhelyen, ami egy ilyen 32-33 ezres város, körülbelül 1500-1600 gyerek tanult táncolni. A mi idézőjelben mondom utánpótlás csapatunkban jelen pillanatban több mint 200, körülbelül 210 gyerek táncol. Úgyhogy én remélem, hogy nem lesz gondunk az utánpótlással. Mi sem bizonyítja jobban, hogy az elmúlt néhány évben, hogyha üresedett nálunk táncos állás, és meghirdettük, sokan jelentkeztek mindig, és jelentkeznek mai napig. A kiáltó szó produkció és az udvari néptánc műhely tájolása a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság támogatásával valósult meg. Gubik Korina kiállítását láthatták a szabadkaiak a Kortárs galériában. Az entai művésznő kiállítása több ciklusból áll. Gubik Korina hasonló és különböző című legutóbbi tárlata három tematikus szobából áll. A képeket a játékosság, a Tisza és a Tabuk jegyében csoportosították. Gubik Korina munkásságát már régóta kísérem, meg nagyon jól ismerem is, kollégák vagyunk, a Bolyban tanítunk, úgyhogy már egy jó évtizede, úgymond jól ismerem. Tudom, hogy mit csinál, mivel foglalkozik, és mindig is izgalmasnak tartottam azt, amit csinál. Meg önmaga, mint egyéniség, tökéletesen tükrözi azt, amit csinálsz. És teljes összhang van itten, és igazából soha nem lepődök meg azon, amit csinál, mert tudom, hogy az benne van, ez a valami. És rengeteg dolog van ebben a fiatal művésznőben. Egy ilyen robbanó, szinte reneszánsz belé, szüntelen energiával rendelkező művésznőről beszélünk, akinek az érdeklődése az annyira tark és annyira sok rétegű, hogy a kiállításon, amit itt szerveztünk, igazából csak egy része, egy töredéke van bemutatva, de éppen elég, hogy ráérezzünk arra, hogy Gubik Korina ki és mit akar mondani. Ezek az alkotások, amiket itt látunk, ezek felmérések alapján is készültek, női-férfi viszony is taglalódik benne. Igazából hol van egy ilyen képi szerkezetnek a határa, a művészet és a, hát gyakorlatilag a kimutatás ábrázolása között? Na most a 20. század az megtanított minket arra, hogy mindenből lehet művészetet csinálni. És ezt a leckét, ezt mindenki megértette, ez oké. Van, aki ezzel a lehetőséggel pozitív értelemben tud boldogulni, van, aki ezzel az elképzeléssel tud manipulálni is, és ilyen rövid távú sikereket elérni, melyek igazából nem túl fontosak. Sokkal érdekesebb az a csoport, meg kisebb, ellenszerűen, kevesen vannak, akik képesek ezeket ezt a mai pillanatot, ezt a mai idejét, amely ilyen, amilyen. Szóval, hogyha rendelkezésre áll ez az adat, hogy hát jó, tudjuk, hogy a művészeti világ az férfiak világa, ezt tudjuk, felmérések vannak. És ezzel mit lehetne kezdeni? Engemet is aggat, engem is zavar. De nem akarok erről megszólalni, mint egy bürokrata, nem akarok erről olyan hangot adni, hogy most nem tudom, én manipulálva vagy milyen, akarom ezt valahogy az én egyéniségemből kiengedni. Legyen ez a vélemény kimondva, de találni neki egy olyan formát, amely igazából megfelel a hivatáshoz, vagyis a művészethez. Ez az, ami bonyolult, ez az, ami nem egyszerű. Én nagyon hálás voltam ennek a térnek, épp azért, mert valahol összefoglalja
nagyon nehéz kifejezés most azt mondani, hogy munkásság. Szóval ennyi évesen, meg ennyi évet töltve a szakmában még nem lehet szó egy retrospektíváról, de ahogy elhelyeztem a térbe őket, különböző témákról szólnak. Van egy része, amivel én foglalkozok akadémián, foglalkoztam az akadémián, és foglalkozok az akadémia óta is, ami levezethető klasszikus geometrikus abstrakcióra, azzal, hogy nem festői anyagokat használok. Vannak interaktív installációk, illetve most pillanatnyilag csak egy van kiállítva. Van egy teljesen valami más, amivel most foglalkoztam először, ami egy videó és videót kísérő festmények, és van egy része, ami hát kicsit angazsáltabb, ami sztereotípiákkal, tabukkal foglalkozik. A tárlat megtekinthető Szabadkán a Kortárs Galériában. Az Olasz Molière, azaz Goldónia fogadósnő című darabja az Entai Magyar Kamaraszínház legújabb előadása. A szerelemről és annak hányattatásairól szóló színművet a múlt héten láthatta először az Entai közönség. Stábunk a főpróbáját. A fogadósnő Goldoni egyik legnépszerűbb vígjátéka. A történet szerint a nő és szerelem gyűlölő lovag, akit Tévai Zoltán alakít, megszáll Mirandolina fogadójában, ahol már az összes nemes férfi valósággal rajong a tulajdonosért. A konfliktus akkor veszi kezdetét, amikor az elveiért hűen kiálló lovag egyszer csak érzelmeket kezd táplálni Mirandolina felé. Ebből adódik ugye a bonyodalom, hogy a nő úgy dönt, hogy csak azért is, megszeretteti magát a lovaggal, a lovag meg egy ideig próbálja állni a sarat, de aztán minden kötél szakad is, és egyszerűen nem tudja már kivédeni a támadásokat is, és beleszeret ebbe a nőbe. És az az érdekes ebben az egészben, hogy ez igazából szerintem itt volt a legérdekesebb része a próba folyamatnak, megtalálni ezt a most a szó legpozitívabb értelmében próbálom mondani, azt, hogy nőgyűlölő, ilyen nincs, hogy pozitív nőgyűlölő, de ez volt az érdekessége, mert talán ez az a pontja ennek a figurának, ami nagyon, nagyon más, mint én. A fogadósnőt Lőrinc Tímea, Pataki Gyűrű díjas színésznő alakítja a darabban. Tulajdonképpen számomra úgy jön le, hogy a férfi tragédiája jobban kijön a dologból, mint a nőért, de tulajdonképpen bemutatkozik egy olyan sértett fél is, aki végigszenvedi ezt az egészet, meg a szenvedtető is. Szóval egy kicsit ilyen megleckésztetés akar ez lenni, de szerintem kijön a tragédiája is a dolognak. A darab különlegessége, hogy a zenét és a különböző hangeffektusokat is maguk a színészek élőben játsszák el a színpadon. Az egyik szolgáló szerepét játszó Pap Arnold maga is többször váltja a zenészt és a szerepét játszó színészt a darabban. Kellékek nincsenek, azokat mi jelenítjük meg, illetve a zenét mi szolgáltatjuk alá, amik igen pontos, meghatározott szövegvégekre vannak megírva, és konkrétan vannak olyan szituációk is, amikor a zenélő színész konkrétan teszi le a hangszerét és jön be jelenedve. Tehát ez egy igen magas koncentrációt igényel, és nagyon, nagyon képben kell lenni az adott színésznek, hogy egyszer ezt a két dolgot egymás után így megcsinálja. A darabot Mészáros Tibor magyarországi színész rendező rendezte. Tulajdonképpen egészen végig úgy tűnik, hogy ez szórakoztató dolog lehet mások szenvedésén is, nyomorán is, kínjain nevetgélni, de azt hiszem, hogy azért feszíti Goldoni is egészen a legutolsó pillanatig ezeket az érzéseket, hogy van egy pont, amikor az ember nem tudja kikerülni azt a pillanatot, hogy érdemes volt-e, hogy megérte-e, és hogy nem lenne esetleg jobb ugyanennyi energiát fektetni a mások felé történő nyitásba és a másik megismerésébe, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy a magunk érdekeiben valakit hogyan próbálunk meg elnyomni, lenyomni, akár eltaposni is. A nyilvános főpróbát szombaton a premier követte. Az előadás ismétléseit a Zentai Magyar Kamaraszínház repertoárján kísérhetik. Ennyi kulturális tartalommal készültünk erre a hétre, várom Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!